Sziasztok gamerek, én Flatpak vagyok és köszöntök mindenkit egy új videósorozatban, amiből is a Prison Architect nevű börtön szimulációs, börtönépítős, menedzselős játékot fogjuk kipróbálni. Régóta szemet vetettem el erre a játékra, nagyjából 5 éve jött ki Early Access-be és lépett át 1.0-ra azt hiszem idén januárban. Nem egy új keletű játékról van szó, de ennél több DLC jött már ki hozzá. Most az alapjátékot fogom játszani. Azért esett erre a választásra, mert valamit találni kellett az Index of Titan helyére, ami viszonylag ilyen építős játék, és ezt már, ahogy mondtam, régóta szerettem volna próbálni. Van benne egy kampány rész, én most nem ezt fogom játszani, ez egy ilyen tutorial jellegű, kicsit story-orientált változat, hanem én egy új börtön fogok létrehozni, amit megpróbálok saját magam fölépíteni és menedzselni. Lesz benne kihívás bőven. Először is egy-két beltáson kell átmennünk. Az első az az, hogy ki kell választanunk azt, hogy milyen nemű rabok lesznek a börtönben, férfiak vagy nők. Én most valószínűleg a férfiakat fogom választani. Következő, hogy ki legyen a börtönőrünk. Van az alap börtönőr, illetve minden egyéb más tulajdonsággal rendelkezők. Én most a pacifistával fogok menni, az összes közül talán ez a legkönnyebb. És hát tanulva az elmúlt 2-3 játék sorozott kudarcaiból, ezt most szeretném befejezni. És valahogy siker felé tendálni, úgyhogy őt fogom választani. Az őrkutyák közül én maradok az első verziónál, a német juhászra hajazó kutyushoz. Nála maradunk. És itt a jobb oldalon egy-két dolgot még beállítunk. Van olyan opció is, hogy VOSD-vel tudjuk mozgatni a börtönőrünket, ilyenkor ezt be kell pipálni. Én ezt most nem fogom kiválasztani, mert ilyenkor teljesen le van korlátozva a kameramozgás, csak és kizárólag a börtönőrre. Picit nehezebb a játék vele, illetve hát meg is tudják őt támadni a rabok, úgyhogy extra kihívás. A világméretet fogom fölvenni nagyra, illetve a kezdő tőkét, hát legalább 100 ezerre kell majd a pénz bőven. Viszont ezek közül más nem akarok beixelni, itt nagyjából a kezdő területnek a milyenségét lehet beltenni, dzsungeles, havas, hivatagos vagy ilyen holbéli táj, illetve hogy fák, tavak, épületek legyenek a területen, ez így nekem teljesen jól van. Itt a mutátoroknál még egész elképesztő beltesokat lehet beállítani, ami még nehezebbé teszi a játékot, de köszönöm szépen, nekem ez így is jó lesz. És akkor kezdjük is el. Ekkora nagy területünk, itt el is kezdtek jönni már az építő munkások hozzák a cuccokat. Pillanatra lepauzálom a játékot még az elején, és picit ismerkedjünk meg itt a gombokkal, mindennel. Kezdésnek itt fölül ezzel a bal felső sarokban a to-do listtel. El kell olvasni a levelet. Ez dióhelyben annyit mond, hogy köszöntenek minket, mint az új börtönigazgatót, és első pontban kell egy irodát építeni magunknak, ahol majd kiállokoljuk a bürokráciai rendszert, mindenféle technológiai fát lehet itt kikutatni, újabb szobákat, stb. Mindenféle tök jót. Második az, hogy ugye mivel viszonylag kevés a pénzünk, ezért azt javasolják, hogy egy nagy közös cellát építsünk a raboknak, amiben többen is elférnek, csak az első 2-3 napban, még ugye nem lesz saját cellájuk. Harmadik pont, hogy építsünk egy konyhát, illetve egy kantinát, hogy ne éhes pacakkal kell itt raboskodniuk. Ez ugye nyilván csökkenti a agresszivitásra való hajlamot is. Egyedik pedig az, hogy fogadjunk-e mindenféle szerződéseket, illetve granteket, ezekkel majd lehet pénzhez jutni. És ezt most mindjárt meg is fogom tenni. Igen, akkor ezt kitörölhetjük. El kell fogadjuk az első grantet, amit itt jobb alul a reportoknál tudunk megtenni. És itt a grant fülnél. Az első egy egészen teljesen egyszerű dologról van szó, építenünk kell egy cellát, egy fürdők helyiséget, egy kis kertet, ahol a rabok tudnak szaladgálni szabadidőben, konyhát, kantinát, legalább 2 őrt és 2 szakácsot fogadjunk föl. Amint rákattintok, meg is kapjuk a 30 ezeret, illetve a 20-at, és majd 10-et, hogyha ebből mindent teljesítettünk. De van még itt olyan, hogy építsünk irodákat, alkalmazzunk egy könyvelőt, meg ilyenek, gyengelkedőt, stb. Azt hiszem, hogy egyszerre 2 grantet lehet elfogadni, többet nem ad a játék, de haladunk csak szépen sorjában. És akkor menjünk tovább itt a bal alsó gombokra. Itt lehet építeni mindenféle alapot, falakat, kerítéseket, ajtókat, egyéb bútorokat,
mindenféle szobát. De hogyha nem szeretnénk magunk építeni saját kezűleg, akkor vannak quick build opciók is. Itt már előre elkészített cellákat, szobákat lehet letenni. Nagyon, nagyon kis szépen. És én ezt fogom most alkalmazni, csak addig, hogy ugye az első 2-3 napban nyílbe jöjjek, és ne kelljen sokat vesződni az építéssel, meg a kitalálással, mi hogy legyen. Ugye azt mondta a levél, hogy építenünk kell egy közös holding cellát, ez nagyjából nekem ide fog kerülni, picivel beljebb, hogy legyen még hely másnak is. Nagyszerű, ide akkor egyből behozzák majd az őrök, a rabokat. El akkor egy iroda nekem, mármint a börtönőrnek, ezt akár ide tehetem is ideiglenesen a cella mellé, kb. Alakkal fedve. El akkor ugye egy konyha, tökéletesen el fog ide férni a másik oldalra, illetve egy kantina, pedig a konyhával tesszük közös falra. Super. És elméletileg ennyi az, amire szükségünk van az első nap. Nyilván ugye, hogy a rabok ne szökjenek ki, hozzá kell adni valami kerítést is az objektum köré, és erre is több opció van. Van egy egészen olcsó $3 per kocka költségű kerítés. Van majd később nagy is egészen ilyen drótkerítéses, vagy ahhoz hasonló fal. Hát most így 200 ezért nagyon drága. Maradjunk a kerítésnél. Ne kelljen sokat vacakolni, ezt itt már lekerítem. Az irodánál nem itt, hanem itt az irodánál is egy ilyen lehúzást, illetve a szemét lerakok után is egy ilyen kerítést. És ide majd akkor valami falat fogok tenni, hogy a patot rá bírjam tenni. Ha ez megvan, akkor igazából mehet az építés. Le is von tőlem 12.000 valamennyit ezekre az építésekre. Kicsit pörgetem az időt, hogy itt a munkások idejének elkezdenek mindent építeni. Építéssel kezdik nagyon okosan. Lehessen szökni. Ugye most ezt még építik, addig igazából itt más nem tudok nagyon megcsinálni, és ezek annyit, hogy a yardot meg tudom itt adni, hol legyen a időtöltő yarda a raboknak, amíg ugye szabad idejük van. Itt abban a room menüben kiválasztottam a yardot és ide lehúztam. Ennek az a feltétele, hogy legyen minimum 5x5-ös, és legyen bezárt falak között. Hát ez most addig nem fog teljesülni, amíg itt ugye ezt a falat meg nem építem. Meg ugye ezek a falak itt el nem készülnek. De akkor ezt itt gyorsan csináljuk is meg. Ez a betonfal, esetleg a téglafal, bármelyik jó lesz. De szépen így lehúzom. Ide majd adunk egy ajtót. Egyelőre most még csak így fog kinézni, később, hogyha bővül a börtön, lesznek kiánlakolva olyan kapuk, amiket automat el lehet üzemeltetni, vagy éppen fémérzékelős kapuk lesznek, úgyhogy mindenféle. Ezeket azokat lehet, hogy már lehet is valahol most építeni, de lehet, hogy azt már ki kell kutatni. Titkos ajtó is van, látogató, itt van a remote door, ezt lehet ugye távolról mozgatni. Én nem is ezt keresem most, hanem ezt a fénydetektoros kaput. Hát így van, vagy metál? Igen, metál detektor. Igazából akkor ezt már lehet most is $1000, de nem baj, akkor ez majd legyen később. Folytassuk építést. Jó, elkészült a kantin, elkészült a konyha, sőt, ha jól látom, akkor most már lassan minden épület, még a falakat kell fölhúzni. És itt elkezdtek villogni ezek a villámjelek, azt jelenti, hogy nincs még a börtönben áram és vízgenerálás, de semmi gond, ezt mindjárt megoldjuk a következőkben. Itt lesz egy fal, meg ott a kerítés, teljesen jól ide föl lehetne húzni, nagyjából 6x7-es, inkább egy 8x7-es épületet.
itt lesz akkor bent a generátor, illetve a vízpumpa, és ezeket majd csővel, illetve kábelekkel el lehet vezetni a börtönben, ha kellenek. És ide egy olyan adatot fogok tenni, amit csak és kizárólag a személyzet fog elérni, egy stafort. És ugye most ezek nyilván nem tudnak bejönni még a börtönre, ott nincsen kapu, akkor de gyorsan adunk egy börtön kaput, vagy ott. Oké. Okay. Valaki épít meg. Erő, most már tudnak közlekedni és újra építeni az őrök, ez az építő munkások. Mert egyébként lehet, hogy a falat kéne befejezniük először. Nincs még holding cella. Falakat nem fejezték be. Hát jó, igazából van még több mint 16 óra befejezni. Ezek a munkások, ezek itt maradnak örökké, ezek nem mennek haza, nem alszanak. Pihenő időt kell nekik adni, majd ahhoz is lesz egy külön temezeti szoba. Őket el kell küldeni. Ja, most már épül a fal. És ez itt egészen érdekesen nem sikerült. Jó, akkor ezt itt szüntessük meg, ezt a kerítést, és akkor helyet teszünk majd falat. Lenne teljesen jó, hogyha itt lenne a generátora szabadban. De hogy ugye ilyen brick falat tettem, úgyhogy akkor ez ide jöhet is. Vissza. Egyébként tárgyakat, ha magunk építünk épületeket, akkor itt az Objects menüben lehet betenni, és hogyha rávisszük az egeret egy bizonyos szobatípusra, akkor elvileg fölvillantja azt, hogy mi az, amit oda be kellene tennünk, hogy működőképes legyen. Ugye nekem most ide olyan tárgyak kellnek, amik pont nem ebben az ablakban vannak, hanem itt a Utilities-nél van a Power Station, abból kell egyelőre jön ide egy darab, és kell egy vízpumpa, az meg lesz a másik, és kellenek kapacitorok is, hogy el tudjuk tárolni áramot. Tehát, hogy akkor még annyira nem tudom megtenni, amíg itt nem épült meg a generátor. De most ugye látszik a vízcsepp is, tehát ide kell a vízpumpa. Jó, kész a konyha. Még itt azt mondja, világít valami. Nincsen kantina, akkor azért, mert még ennek a fala nem épült meg. Illetve itt is azt mondja, nem működik, mert nincsen kantina. Ezekkel. Mert egyébként, de most már a yard maga az ugye nem villog, és itt is mindenféle gond elhárult. Rendben, akkor tudunk most már fogadni személyzetet. Kell akkor legalább 2 őr, inkább legyen 3. Kell akkor 2 lakács, de kell egy börtönigazgató. Így, hogy őt leraktam, most már megnyíltak ugye a bürokrácia ablak. Itt tudunk mindenféle dolgot kikutatni. Minden egyéb dologgal, talán ezek már meg is vannak, vagy valamit van, de ezzel majd picit később fogunk foglalkozni, egyre éljük túl az első napot. Még itt ugye be kell vezetni az áramot mindenhova, akkor jöttnek a kapacitorok. Akkor egyelőre csak ez a 4. Kellnek akkor a kábelek. Ezt úgy is be lehet húzni, hogy nem kell minden egyes áram, például a lámpáknál nem kell egyes áram fölébe húzni a kábelt, hanem elég valahova középre, és akkor elvileg ott mindenki fog kapni belőle áramot. Ezt húzhatjuk, így kapjon a hivattyú is, illetve ezeknek is kapni kell áramot. Ez így rendben lesz. Következő akkor ugye a víz. A vizet pedig kihozhatjuk bárhonnan a pumpából, és az szintén úgy működik, mint az áram, azzal a különbséggel, hogy itt vannak kis csövek, és a kis csöveket kell bevezetni a szükséges helyekre. Hát akkor ezt valószínűleg itt fogom hozni az áramkábel fölött, és kis csöveket fogok ide elhozni, illetve ide lentre is. Jó, megint kicsit pörgetünk, remélhetőleg ez mind elkészül reggelig, és akkor fogadhatjuk az első rabokat. Talán még ide nem ártana a saját irodámba is behozni az áramot.
itt. Jelenleg a maximum áramtermelésünk az 250 egység, ebből felhasználunk 27-et, úgyhogy ezt figyelembe kell tartani, hogy bővül majd a börtön. Mert könnyen baj lehet, és úgy látom, hogy ide se hoztam még be eléggé az áramot. És nagyjából eddig behozzuk, tehát ide úgy behúztam a nagy csövet, nagy kábelt, és itt ezekre a helyekre automatán elmegy az áram. Meg is nőtt most már 77 egységre, úgyhogy lehet, hogy egy állomás nem is lesz elég, de ez arra teljesen elegendő, hogy az első 1-2 napot túléljük, és utána lehet majd terjeszkedni. Még egy darab fürdőt kéne építenem, akkor az majd a holnapi nap fog megtörténni. És hát ugye úgy kell építeni ezt a börtönt, hogy ezek a kerítések, falak ne legyenek megszakítva, mert azzal csak esélyt adunk az éppen odaidőt töltő raboknak, hogy megszökjenek, tehát a munkásokat mint körbe kell küldeni, hogy egy falat felhúzni, de kerítés mögé is úgy építeni, ezt majd ki kell találni, hogy legyen a jó. Oké, mindenhol van már áram, úgyhogy még 8 óra és jönnek a rabok. Akkor eddig még egy-két tárgyat tegyük le a yardra, csak hogy jól tudják eltölteni az idejüket a rabok. Van olyan lehetőség, hogy tudnak backpadon edzeni, tudnak hazatelefonálni. Egészen jó fej börtönőr vagyok, megadom nekik a lehetőséget. És hát igazából betehetnénk ide egy fürdőt is ebbe a helységbe. Ugye a víz már jön, annyi, hogy akkor itt egy ágyat meg kéne szabadítani, vagy ezt a padot arrébb tenni valahova, és letenni a sarokba, ilyen lefolyókat adni, hogy ne folyjon ki mindenfele a víz. Egyébként az szerintem játszható dolog is. Azt mondjam, hogy eladjuk ezt a padot. Vagy akkor csak átmozgatjuk valahova, akár ide. Ide hozzáadunk 2 fürdő rózsát, ezt pedig itt körbekerítjük ezzel a lefolyóval. Most nem tudom hirtelen, hogy a shower kitételnek ez ennyi elegendő lesz, hogy egy szobát kell építeni, mert arra is van lehetőség, hogy magát egy fürdőt csináljunk, de ha nem megy így, akkor majd azt megcsináljuk holnap. És akkor ennek még egy kis vizes csövet kell ide biztosítani. A víz teljesen jó, árammal is egészen jók vagyunk. A lakások is itt lézengenek, addig nem fognak főzni, amíg ugye nincsenek rabok értelemszerűen. És az, hogy a konyha jól működjön, itt is 3 dolognak kell lennie, talán meg tudjuk is nézni itt a szobáknál. Kell hozzá egy tűzhely, egy hűtő, egy mosogató, és elméletileg kell egy valami, amin tudják vágni dolgokat, de lehet, hogy ez a frigó, ez arra is jó. A kantinához, hogy az működjön, nem kell igazából sok minden, kell asztal, kell pad, felszolgáló pult, teljesen jó. Ide be lehet adni olyan dolgokat, hogy televízió, esetleg rak, vagy biliárdasztal, csocsó is van, most már úgy látom, Benedik talán ez nem volt, és akkor itt el tudják tölteni szintén kajak közben a rabok az időt. Úgy néz ki, hogy igen, ez így nem oldotta meg a shower problémát, de semmi gond, legalább itt tudnak fürödni a rabok. És ha csak nem lesznek köztük nagyon problémások, ők itt el is tudnak lenni igazából végtelen ideig, de nyilván majd ők kapnak saját cellát. Még egy nagyjából 4 óra van, 5 óra, amíg jönnek a rabok. Akkor addig nézzünk meg itt egy másik két menüpontot, amit nem néztünk még meg. Van itt a planning, ezzel meg tudjuk tervezni azt előre, hogy mit hova szeretnénk építeni, milyen helyiségeket, épületeket, bútorokat, mindent, vagy aztán jóvá hagyni, vagy éppen rölni. Részhelyzet esetén, mert olyan is lesz, majd biztosan lehet hívni tűzoltókat, légi tűzoltókat, ez lehet, hogy helikopterre jönnek, észrevételi rendőrséget, elit csapatot, orvosokat, akik hirtelen ellátják a betegeket, pedig akkor valószínűleg az étés helikopterre jönnek majd, ezeket ki kell unlockolni szintén. Ezek a pirosak pedig a börtönben való feladat végrehajtásra vannak, majd ki kell unlockolni, ez olyan
olyasmi valahol. Hirtelen nem tudom, ez az őröknél hol van. Deployment, azt hiszem ez az, amikor meg tudjuk tervezni azt, hogy melyik őrnek milyen útvonal legyen, és milyen útvonalon járjon és ellenőrizze a rabokat. Az is egy hasznos funkció lesz. A következőnél az ásott lukokat lehet megkeresni, megkerestetni a kutyákkal majd. Ez a shakedown, ez mindenkit visszaparancsolnak azonnyal a cellájába, és a cellát kutatják át mindenféle tiltott dolog után, abból is lesz majd rengeteg. És sokaknál láttam, hogy ide a kantina elé tesznek egy fényletekörajtót, hogy azért, hogy a rabok ne tudják kivinni a kést villát, és ne tudjanak gondoháborút kezdeményezni a fegyverekkel. A lockdown, ez mindenkit azonnal visszaküld a cellába, és bezárják a kaput. Ez a bang up, ez talán ilyet még sosem hajtottam végre, ezt majd egyszer kipróbáljuk. Akár csak ezt a roll call-t sem. De ha jól olvasom, itt mindenkit a cellája elé állítanak, és ott van átkutatás. Hát érdekesen várom ezt a játékot. Itt a report fülnél még olyanokat tudunk megnézni, hogy kik lesznek a rabok, kik a személyzet, milyen összetételű rabok jönnek, illetve mindenféle egyebet tudunk megtudni, akkor azt, hogy szeretnénk-e rabokat kérni, kapni, milyen rendszerességgel, mennyit, vagy pedig bezárjuk, és akkor nem jön senki. Most így hirtelen azt hittem, hogy elbuktam ezt az egy órát, de nem. Minden reggel 8-kor jön a rabszállító, ha kérünk rabokat, akkor jön, hanem akkor nyilván nem. Akkor tudunk majd munkákat adni a raboknak, szükségleteiket tudjuk itt megnézni, akkor a menetrend igazából ilyen besorolás, hogy ki mikor mit csinálhat. No, megjöttek az első rabok. Handley, Cliff, Ishiyama, Lacer, Kenny, Waterhouse és Porter. Ők lesznek az első 8 rabjaink. És akkor elvileg most már ugye is van írva, hogy 2 minimum security is, 6 pedig medium security is. Talán valahol le is lehet azt bontani, hogy ki micsoda, de lehet, hogy csak rá kell menni és megnézni, hogy ki micsoda. Például Kenny azt mondja, hogy 12 ez a false imprisonment, az valami téves bebörtönzés, valami ilyesmire gondolok. Ezért kapott 12 évet, illetve perjury, ezt sem tudom hirtelen mit jelenti, ezért meg 6 évet, tehát 18 évet fog összesen szolgálni, mert 6 és felett megtett. Akkor, illetve van még egy Smith is. Smith azt mondja, hogy felkelésért kapott 6 évet, ebből 2,2-t már letöltött. Hát ezzel majd később belemegyünk. No, igen, itt vannak a rabok. Éppen töltik itt az idejüket. Jön a pénz utánuk most már. És kezdtek főzni a szakácsok. Akkor nézzünk minden picit bele a timetable-be. A rezsimbe, bocsánat. Azt mondja, hogy most lock-up van, tehát mindenkit bezárnak. 10-től 11-ig lesz 1 óra szabad idejük, utána 11-től 1 óráig megint be lesznek zárva, 1-től 3-ig van az ebéd, utána 3-től 4-ig itt a yardon kell tölteni az idejüket, aztán pedig megint csak szabad idő, bezárás, vacsora, tovább, hogy ezeket majd is tudjuk változtatni simán, behúzom ide, amit szeretnék, és kész. És külön lehet adni azt, hogy milyen biztonságúnak milyen feladata legyen. Nyilván a high security meg annál följebb, őket nem szabad külön engedni, vagy összeengedni a kisebbekkel, mert épp verik őket. Jó, de akkor kezdjünk el még ebben a maradék 4-5-6 percben dolgozni a bővítésen, és én azt gondoltam most így hirtelen, hogy ha ezen az északi részen lenne az első cellablokk, az egész jól mutatna, ezen a folyosón itt föl is mehetnénk. Úgyhogy lesz egy 4-5 cellányi, vagy hát ilyen egységnyi szabad hely. Itt lesz akkor egy körülbelül egy
10x29-es legyen, páratlan szám, hogy akkor jól lehet majd a falakkal játszani. Egy 10x29-es 5. Ugye 3x3-asnak kell lenni a cellának minimum, akkor az 3 meg 3 az 6, ez 3 cella, 3 egység folyosónak kell, akkor ez így jó, 10x29-es épület jó lesz, és ezekbe akkor beletesszük majd a basic cellákat, egyet akár ugye ide, meg egyet majd lentre, és ha minden igaz, akkor van köztük egy helynyi folyosó szabadon, hanem akkor ezt most gyorsan is építem, mert ez így nem sikerült jól. Körülbelül itt kezdődjön, és akkor 11x a 9 legyen. Oké, nyilván de kell egy bejárat. És az is legyen egy... Hát legyen egy dupla bejárat a szélére. Igazából ez lehet, hogy nem is kell ilyennek lennie, legyen egy dupla sima ajtó. Akkor innen kezdünk majd el cellákat beépíteni. Előre húzzák fel a falakat, és itt, ha minden igaz, akkor 29, ugye 29-ben a 3, az legalább 9-szer megvan. Hát 9, de inkább 8, legyen csak 8. 8 cellát fogok ide eltenni, 8 az alulra, tehát az 16 rabnak lesz egy cella blokja. Ez lenne fürdő, meg lesz majd a yard közidőn építenek. 11 óra van, megint lockup, tehát bekerültek a saját cellájukba. Megtehetjük azt is, hogy ugye beküldünk egy őrt, majd hogyha lesz a deployment, vagy akár talán most is, akkor ugye így nincs fölfedve, nem tudjuk, mit csinálnak a rabok. Be lehet majd tenni kamerát olyankor, akkor ugye meg lesznek a lefedések. De akkor talán is kezdhetünk gyorsan valamit kutatni, nézzük a security-t. Azt jó lenne minél hamarabb megcsinálni. És ugyanakkor úgy meg lehet szabni azt, hogy egy őr hol járőrözzön. Egyre most még ez a két szakács elég, három őr ennyi raphoz elég, hogy ketten téblábolnak. Éppen most kutatok. Akkor ebben, ahogy mondtam, az épületben lesz majd egy fürdő is. Megvan, amíg elkészülni, nem akarok beletenni quick build-el cellákat, nehogy itt összekeverjem a dolgokat. Azt mondja, High Warden, a következő grantra nézek már rá, az ugye megvan. Fináncon keresztül ki kell unlockolni a bürokráciát, az már szerintem megvan. Föl kell vennünk egy könyvelőt, és építeni kell még egy irodát. Ez is igazából befejezhető talán már a holnapi nap. Még ebből van 5,5 óra, és akkor ezt a fináncot kell unlockolni majd. Na, én szerintem teljesen jó lesz ez a sorozat. Az első rész alapján mindenképpen bizakodó vagyok. Senki sem szabadult még ki. Itt már mondjuk látszanak az első jelek az őrökön, meg a munkásokon, hogy fáradnak, tehát nekik is kell lassan egy common room, illetve bocsánat, a staff room, tudjanak pihenni. Itt a követelmény az legalább 4x4-es helység, ugye belül kell lennie nyilván egy kanapé és egy italautomata kell, hogy legyen. Különben nem funkcionális, ezen kívül bármi más be lehet tenni, de ezek kötelezők. Akkor van itt már kiunlockolva egy kápolna, le tudnak menni imádkozni, edzőterem, vagy éppen a látogatói helyiség, ha majd jönnek a hozzátartozók, tudják őket látogatni. Akkor még egy picit ágyorsítunk, legalább az épület most még fejeződjön be ma. Ugyanis hát 18 óra múlva jönnek a következő rabok. Jó, nagyszerű, elkészült, akkor jöhet a quick build, akkor alapcellákat indul el ide egymás mellé. Ez így akkor 6, jöjjön még egy
hetedik. Egyre nézzük meg a hetet. Ide is jön majd egy hetedik fölülre. Eddig fog akkor kijönni, és akkor ez a rész itt egy zuhanyzó lesz. Vagy esetleg innen kezdődik a cella, és a végén lesz a zuhanyzó, még az is járható út. Behúzzuk az áramot. Tovább, és igen, innen jobban járunk. Egészen a végéig. És akkor a vizet majd akkor, hogyha kitaláltam azt, hogy hol lesz a fürdő. De én azt gondolom, hogy első részre ez így teljesen elegendő. Innen fogjuk folytatni a következő részben, és tovább bővítjük a börtönkomplexumot hatalmas területre rendelkezésre. Remélem az a rész élvezhető volt, mindenkinek tetszett, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, mindenféle kommentet, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!